Szeretettel köszöntöm Önöket. Remélem, hogy itt ülnek most velem szemben, és hát akik türelmetlenek voltak, azok is kivárták ezt a fél órát, ugyanis mostantól kezdve szerdánként a Te a Glóriával című adás 8 órakor fog kezdődni. Talán örülnek neki, hiszen így nyugodtan megnézhetik a híradót, és azt hiszem, hogy 8-tól 9-ig egy nagyon kellemes órát tölthetünk így együtt. Aki nem ismerne, Geszti Glória vagyok, és minden adásra hozok egy pár érdekességet, hiszen műsorunk alcíme Egészség, Életmód, Kultúra. Lássuk, hogy ma mit kínálok Önöknek. Jeles napok, október 6-a. Sokan, sok média foglalkozik ezzel az eseménnyel, mi is megpróbáltunk egy új szint hozni ebbe a témakörbe, a túlélő Galsai Kovács Ernő honvéd őrnagyról fogunk beszélgetni, hogy vajon mit jelentett az, hogy ő végül is életben maradhatott, mit adott ez az utókornak. Ezután hagyományőrző finomságokról lesz szó, jelen esetben a kürtős kalácsról, hiszen a hétvégén kürtős kalács fesztivál lesz, és hogy mi mindent lehet ott látni, erről fogunk beszélgetni. Záróblokkunkban pedig az Egészségünkre című blokkban Segítség, cukorbeteg vagyok címmel arról fogunk beszélgetni, hogy vajon Éliás Tibor mit tanácsol Önöknek, mit kell ilyenkor tenni, enni, szedni, hogy könnyebben és jobban élhessük az életünket. Remélem, hogy kellemesen töltik velünk az időt, és akkor már is első vendégemhez fordulok, dr. Szigeti Istvánhoz, aki hál' Istennek most egy kicsit sűrűbben tud itt lenni az adásunkban, és hát rögtön azt kérdezem, hogy Galsai Kovács Ernő, mit jelent a magyar történelemben, illetve Önnek milyen olyan kötődései vannak, amitől most éppen őróla beszélgetünk? Galsai Kovács Ernő a modern magyar börtönviszonyok egyik megteremtője. De sajnálatos módon ehhez 6 évi aradi penészes várbörtönben töltött ideje adott tapasztalatot, és ezen szeretett volna túllépni. Persze október 6-ához nem emiatt kötődik. Őt is halálra ítélték 1850. március 14-én, de ő már kegyelmet kapott, erről majd később részletesebben beszélek, hiszen a családi hagyományban erről azt hiszem, hogy többet hallottam, mint ami az írásos életrajzaiban szerepel. Galsai Kovács Ernő 1825-ben született a Zala megyei Tűrjén. Édesapja Galsai Kovács Vendel, édesanyja Rákóczi Julianna. Galsai Kovács Vendel Zala megyei várnagy volt. Ez tulajdonképpen már kicsit meg is határozta későbbi sorsát Galsai Kovács Ernőnek, hiszen a várnagy tulajdonképpen börtönigazgatót jelentett, ami az egykori zalaegerszegi megyeházának a börtön részlegét jelentette. Tehát ő már tulajdonképpen ezzel megismerkedett, hogy mind kell majd később változtatni. Predesztinálta a sors előre. Így van. Galsai Kovács Ernő katonatiszti végzettséget szerzett, és nagyon fiatalon, még 20 évesen volt, 1845-ben Bécsbe került a bécsi nemesi testőrség, magyar nemesi testőrséghez, ami nagy szó volt abban az időben. Ezt a fényesen induló karrierjét áldozta fel annak érdekében 1848. szeptemberében, hogy hazatért, mint akár Lenkeiék és még a többi hazatérő honvéd, hogy harcoljon az akkori Jelasics betörés ellen. Ő egyébként nem ide került, hanem Hódmezővásárhelyen kezdte a katonai pályáját a szabadságharcban. Ő részt vett Aradvár ostromában, azután részt vett a délvidéki hadjáratban. Fokozatosan lépett előre, végül, amikor júliusban az osztrákok elfogták egy csata alkalmával, már őrnagyi rangot szerzett.
Galsai Kovács Ernő különböző várbörtönökben volt akkor, Zimonyban kezdte, volt Pesten is, és végül Aradon kellett neki eltölteni ilyen nagyon kellemetlen éveket. És Galsai Kovács Ernőnek a rabtársairól készült festményei, akvareljei eléggé ismertek. Tehát ezek szerint ő több művészeti ágban is jeleskedett? Kitűnően rajzolt és akvarelleket festett. Hát ezt és szerencsére be tudta vinni az aradi várba is, és az aradi várban az ottani rabtársakról, többek között például a tábornokokról készült rajzai, festményei ismertek. Ezek különböző közgyűjteményekben szerepelnek, akár a Széchenyi könyvtárban található több mint 1000 oldalas naplója is, amely nagyon fontos forrás arról az időszakról. Amit én elhoztam meglepetésnek, az három akvarellje. Ezeket ugyan én már átengedtem egy-két történész tanulmányhoz, de azt hiszem, hogy ilyen nyilvánosság előtt, a televízió nyilvánosság előtt ezek az akvarellek még nem szerepeltek. Az egyik akvarell Batthyány Lajost ábrázolja, akit október 6-án hajtották végre a halálos ítéletet. Izgalmasabb még ennél is a két aradi, az aradi vár udvaráról készült akvarellje. Sajnos mind a három többé-kevésbé sérült, mind a három akvarell többé-kevésbé sérült. A Batthyány Lajos miniatúra legkevésbé, ezen csak egy törés van. A másik kettőből az, amely kis darabok hiányoznak. Sajnos az 1849-es a sérültebb, de mégis egy fantasztikus dokumentum, hogy egy ember, aki ott volt akkor az aradi várban, hogy látta a történést, hogy sétálnak ott még a rabok, és ki tudja, hogy melyikre, mikor vár a halál. Hát az is csoda, hogy egyáltalán fennmaradtak, hogy meg tudta őket menteni. Igen, ez így van. A többi az, az sétetlen akvarell egyébként, amelyik ismertebb. Én például láttam a Televízió 1-nek egy korábbi október 6-ai műsorában több akvarellt a képei közül. Ezek azonban valószínűleg a sérülések miatt nem kerültek gyűjteményben, és Galsai Kovács Ernő egyik leszármazottjától, Fonda Almerigótól kaptam ezeket felvételre, és itt tudtam beszkenelni, így tudom tehát most is a nézőknek bemutatni. Tehát akkor neki van élő leszármazottja. Hogyne, többen is vannak. Egy érdekes eseményen együtt is voltunk, én akkor megismerkedtem többel, akit közelebbről nem ismertem. Hát én úgy kerültem oda, mint Galsai Kovács Alojziának a dédunokája, tehát a Hugnak a dédunokája. A többiek viszont egyenesági leszármazottai voltak. Ez a Váci Fegyház 150 éves évfordulóján rendezett ünnepségen készült ez a felvétel. Többek között jobbról a második a képen Fonda Almerigó, akitől a képeket kaptam. És ez a látogatás jelentett számomra egy nagyon-nagyon felemelő érzést is. Amikor bent voltunk a fegyházban, megtekinthettük a fegyháznak a Doberdo elnevezésű, jelenleg már inkább múzeumként használt részlegét, vagy a múzeumként használt részlegét, ott borzalmakat lehetett látni a régi fogvatartás viszonyokról. És akkor a folyosó legvégén volt két emlékszoba, ami ez a két szoba Galsai Kovács Ernőnek az emlékét ápolja. Ott volt a díszkardja, ott volt a néhány irata, és valahogy olyan üdítő érzés volt, hogy az a sok nyomasztó élmény után, amit ott ezen a Doberdo börtön részen néztünk, egyszerre csak egy ember került elénk, akinek az aradi tapasztalatai alapján komoly reform gondolatai támadtak arra, hogy hogyan lehetne modernizálni a magyar börtönviszonyokat.
Most nagyot ugrottunk időben előre, tehát kicsit visszatérve, 1850. március 14-én Galsai Kovács Ernőnek is át kellett élni azt a borzalmat, azt a szörnyű érzést, hogy a jog nevében őt, aki a hazájáért harcolt, bűnösnek mondják ki, és akkor a jognak nevezett önkény segítségével, ezt felhasználásával a hadbíró halált, kötél általi halált mondott ki rá. Ugyanúgy, mint ahogy pár hónappal korábban a tábornokokra. Ekkor azonban egy nagyon érdekes történet zajlott le, ezt a családból tudom, hogy Galsai Kovács Vendel, az édesapja, aki még ismerte korábbról magát, Ferenc Józsefet, felkereste a családi legendárium szerint az ifjú királyt, és sikerült rávennie arra, hogy kegyelmet adjon. Na most, a történet azért is nagyon érdekes, mert állítólag erről Jókai is tudott, és a külszívű ember fiainak abban a jelenetében, amikor Baradlainé a halálra ítélt fiának a megmentése érdekében eljár, állítólag Jókai a jelenetet, legalábbis annak több elemét ebből a jelenetből merítette, amikor Galsai Kovács Vendel kereste fel Ferenc Józsefet. Na most úgy látszik, hogy a halálos ítéletnek az ilyen túlélése az hosszú életet garantált, mert Galsai Kovács Ernő 1915-ben 90 évesen hunyt el, és amint előbb említettem, Vácott még most is kegyelettel emlékeznek rá, nem csak a börtönben, hanem egyébként is, és számomra nagyon felemelő érzés volt, hogy amikor ezen a bizonyos jubileumi ünnepségen jelen lehettem, akkor milyen meleg szavakkal emlékeztek meg Galsai Kovács Ernőről. Tehát akkor az, hogy ő a borzalmaktól megmenekült, ez mindenféleképp a mai modern társadalomnak nagyon sokat jelentett, hiszen történtek változások magában az elítéltek életminőségében. Így van. 1856-ban, amikor amnestiával szabadult, ő elhatározta, hogy amint lehetősége nyílik rá, próbál ezeken a viszonyokon javítani a saját elképzelései szerint, és így a modern magyar börtönügynek az egyik úttörője volt, amit a gyakorlatban is megvalósított. És hogy került ő egyáltalán ilyen pozícióba? Ezt nem tudom megmondani, minden esetre az amnestia után. Ő megkapta azt a lehetőséget, hogy már most mind büntelen szerepelhessen, és hát végül is neki nyilvánvaló volt egy ilyen érdeklődése, voltak elképzelései, és ezt abban a korban, tehát ez már a kiegyezéskor, a kiegyezés utáni időszak, tehát ez a deáki korszak, ebben az időben az ő tehetségét, fölkészültségét, ötleteit hasznosították. De azért az az érzés, hogy a halálos ítélet után is 16 évre ítélték várbörtönbe, letöltendő szabadságvesztésre, és a dohos aradi várbörtönben írogatta a naplóját, amely egyébként részben már nyomtatott alakban is megjelenhetett. És volt benne annyi erő, hogy én ezt megszenvedtem, akkor próbálok segíteni másokon is ezzel, tapasztalataimmal, gondolataimmal. Hát köszönjük szépen, mert én azt hiszem, hogy olyan dolgokról hallottunk most, amiről talán egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán, és köszönöm szépen ezt a sok dokumentumot, felvételt, képet, amit elhozott nekünk, és azt tudom mondani, hogy várunk még további ilyen érdekességeket, hiszen ön igazán egy széles látókörű és nagy tudású ember, most már nagyon sok oldaláról ismertük meg itt a stúdióban. Köszönöm szépen. És köszönöm az alkalmat. Egy kis tejára hagyj hívjam meg. Fülkerestem nagy szaját,
szavad.